Az első edzés a szlovák bajnokság után. Az eufória ugyan lecsengett, de az érmek csillogása nem fakult meg. Hajtóerőként szolgál, hogy egy lépcsőfokkal feljebb lépjenek az Iringó Táncstúdió növendékei. Az első sorban ropja Szuri Sziszi. Már figyelem egy ideje, ahogy igéző kék szemét az edzőre függeszti, és nem tágít. Szorgalmas, érdekli minden mozdulat, lépés és minden szó, ami elhangzik az edzés alatt. Meg is van az eredménye. Addig beállt a többiek közé, amíg várjuk a másik riportalanyt, Lackó Anikót. Sokoldalú kislány, szintén szereti a zongoraleckéket is, mint Sziszi, aki már 3 éve minden nap gyakorol. Anikót a rajzi szórakoztatja annak ellenére, hogy a hangszer és a képzőművészet tanulása a mozgással ellentétes ülőfoglalkozás. De ma csak is a táncról lesz szó. Ti hányszor jártok edzésre? Hát minden héten. Egyszer. Mennyire megterhelő? Hát még most túlórázunk, mert még a nagyobbakkal is, de jövőre már csak 1 órát, de kibírjuk. Hogyan zajlik a táncórátok? Biztosan föl van építve valahogyan, Anikó, meséld el. Hát először bemelegítünk, azután ilyen könnyebb táncokat kiválasztunk, és azután eltáncoljuk. Hát azután olyan nehezebb táncok jönnek, van, amikor csak a kicsik táncolnak, van, amikor mink is, mert úgy van, hogy a kis csoportban is úgy vannak, hogy vannak ott kisebbek is, meg nagyobbak is. És akkor így. Mikor tudtátok meg, hogy ilyen komoly versenyre indultok? Hát, amikor szünetről eljöttünk, akkor mondta Iringó, hogy lesz verseny. És amikor megtudtátok, mit éreztetek? Hát, én nagyon-nagyon izgultam. Meg azért boldog is voltam, hogy elmehetünk versenyezni. Melyik táncra esett a választás? Egyáltalán hogyan zajlik nálatok az, hogy zeneválasztás, hogy koreográfia? Iringó ezt megbeszélik veletek, megkérdezi, hogy mire szeretnétek táncolni, vagy ő hozza a kész koreográfiát és a kiválasztott zenét? Ő hozza a kész koreográfiát és a kiválasztott zenét is. Mire esett most a választást? Biztosan tudjátok a címet és az előadót is. Na nehogy tudták ilyen kérdést, hiszen hónapok óta gyúrják a lépéseket egymás utánjában, hogy a legszebb formák jelenjenek meg a színpadon. Hát Runaway Baby és Bruno Mars. I love you so, hey, that's what you say, you'll tell me baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I pray, I never stay, so every girl that I meet, yeah, this is what I say, Amikor ezek a kislányok, fiatal lányok a színpadra mennek, akkor hogyan zajlik az előkészülődés? Mi mindent kell elvégezni ahhoz, hogy színpadképesek legyetek? Hát a hajsmink, ruha, és még előtte elgyakoroljuk, úgyhogy. Miből áll a haj? Annak hogy kell kinézni? Biztos vannak előírások. Hát ilyen konyba kell lenni mindenképpen, és ha lehet, akkor minél jobban lelapítani, hogy ne álljon ki a hajunk. És valami díszítő element azért van a hajatokban? Igen, egy ilyen hajvirág. És a sminket ki készíti el? Hát ti még azért alapiskolás lányok vagytok. Kitől tanultok sminkelni, vagy valaki segít ebben nektek? Hát most nekünk ott a versenyen most anyagok csinálták, de amúgy mink is szoktuk. Aha. Vagy anyukák. Na és a versenyen nem ijedtetek meg attól a rengeteg embertől, rengeteg versenyzőtől? Milyen érzés volt? Hát elején furcsa, de aztán amikor felléptünk, akkor nagyon jó volt. Milyen típusok vagytok? A színpadon jön ki a druk, vagy előtte? Inkább előtte nekem, de mindjárt úgy, hogy előtte, amikor már ott vagyunk, ott már készülődünk, hogy már ott vagyunk a színpad előtt, akkor engem én akkor nagyon izgulok. Szívi? Én is. Igen. Aztán amikor táncolunk, akkor meg így nagyon jó. Igen. És amikor most eltáncoltátok az országos versenyen a táncotokat, akkor mekkora volt a siker? Hát első helyzet lettünk, úgy nagyon örültünk neki. És hová juttok tovább? Mert hogy itt nem áll meg a kocsi, nem áll meg a szekér, tovább mentek. Hát Romániába megyünk, Erdélybe.
Az pedig már Európa-bajnokság, ugye? Mindenkinek minden lépés kijött? Még nagyon jól sikerült már az a tánc, vagy van még mit csiszolnotok rajta? Hát biztos még van csiszolnunk rajta. Nagyon jó kell az Európa-bajnokságon, mert ottan vannak más országok is, úgyhogy... És a zsűri mit figyel, amikor egy ilyen táncos csapatot végignéz? Úgy gondolkodtatok már rajta, hogy mi az, ami fontos, hogy mit kell nyújtanotok a színpadon? Hát, hogy egyszerre mozogjunk, akkor a ruha, mert hogy egyforma legyen, mert hát azért nem mindegy, és akkor hát főleg ezek, meg mások is, de ezek főleg. És szerintetek, nektek ki volt a kedvencetek a versenyen? Gondolom, mindenkit végignéztetek. Hát nem volt úgy kedvencünk, úgyhogy mindenki tetszett. Hát az Iringó Társulió tetszett, igaz? Június 27-én Székely udvarhelyen lépnek színpadra a stúdió tagjai 3 koreográfiával. Táncsó kategóriájában a Feel Good koreográfia száll versenybe a dobogóért, vegyes korcsoport táncol a színpadon Mátéval együtt. Teremi táncok kategóriájában a nagylányok Svej című koreográfiájukat adják elő. S hát a Runway Baby című koreográfiában ott táncol Suri Sisi és Lackó Anikó is, szép rózsaszínű ruhájában, tökéletes sminkben és frizurában, mert ez is hozzátartozik az értékeléshez.